Szevasztus kockénk, vagyok, és itt lennék a legújabb videómban, amiben egy bejelentő videó szerűséggel jöttem nektek. És ebben a videó most nagyon sok fontos információt meg fogtok tudni magával a nyárral kapcsolatban, meg a csatornával kapcsolatban. Köszönöm szépen, Stevie. Szóval kezdjük ott, hogy mint láthattátok, posztoltam nemrég egy olyat, hogy megszüntetem ezt a szombat reggel 10, szerda délután 4-es új videós rendszert. Hát ezt így tudtam csak megfogalmazni. Szóval ezt megszüntettem, ez igazából csak azért kellett, mert iskola közben valamivel akartam magamat ösztönözni arra, hogy videózok, mert egyszerűen nem volt így, még amikor volt energiám videózni, akkor is így nem tudom, egyszerűen nem volt kedvem. Szóval ezért kellett nekem ez a rendszer, és akkor így mit tudom én, bennem volt az, hogy hú, hát akkor most meg kell csinálnom, mit tudom én, 4-re a videót. Hát ez igen, ez néha így rossz volt úgymond, mert nem volt kedvem, de megcsináltam. Szóval, de ezt a rendszert most felbontjuk, mert most már erre nincs szükségem. Csak viszont rájöttem, hogy kicsit túl hamar bontottuk fel, mert még van egy hét, szóval még ezt befejezem, és akkor utána úgy lenne, hogy nyáron biztos, hogy lesz sok tartalom. Csak hát van egy kis bökkenő. Az, hogy vége az iskolának, ugye még ennek a hétnek vége, akkor én egy hétig nem leszek itthon. Szóval addig nem tudok videókat csinálni. Majd azt szerintem tudok nektek egy-kettő videót csinálni arra a hétre beidőzítve, nem tudom. Utána lévő két hétben pedig megyek dolgozni. Ne! Dolgozni, szóval... viszont ott fogok valószínűleg már videózni újra, csak akkor sem annyira sűrűn, de mit tudom én, ilyen heti kettő, talán három videó. Sőt, meg még azt is akartam mondani, hogy leszek livestreamek újra. Igen, mindenki kért, hogy legyenek livestreamek, nyilván ezzel indult be a csatorna, szóval azért szeretnétek, hogy legyenek livestreamek, és lesznek. Valamint nem csak Minecraft lesz most már a csatornán, hanem lesz Fortnite tartalom is, szóval arra is számíthatok, és az is livestream keretein belül, valamint majd még meglátom, hogy mi lesz. És igazából csak ennyi, szóval még, tehát lemegy ez a egy hét iskola, aztán lesz három hét, amíg úgymond kicsit így, hát nem vagyok annyira aktív, utána meg full aktív leszek a YouTube-on, csak ezt szerettem volna bejelenteni, mert most, ha kiírom közösség funkcióba a YouTube-on, azt nem hiszem, hogy mindenki látta volna, sőt, nem, alig láttátok volna, mert nem tudom, nekem gépen nem szoktak kidobálni semmelyik videósnak se a közösségi posztjait, csak amikor telón nézegettem a YouTube-ot. Na mindegy, ennyi lett volna szerintem ez a videó, hát, szóval, sziasztok!